2012 Békés Csabán a sportéve. A város emblematikus sportegyesülete az Előre idén 100 éves, így szeretnék méltóképpen megünnepelni a centenáriumot. Egy kitűnő kezdést adott a kézilabda ennek az évnek, hiszen január 6-án 29-28-ra meg tudtuk verni a Fradit, tehát elmondhatjuk, hogy a centenáriumi év egy valódi kézilabdás bravúrral kezdődött. A célunk az természetesen, hogy a csapat szereplése is méltó legyen a 100 éves jubileumhoz. Az Előre centenáriumi bizottság meghirdette az évszázad sportolója díjat női kézilabda kategóriában is, és hogy kikre voksoltak a legtöbben? A hölgyeknél Csulikné Bozó Éva lett az évszázad kézilabdázója, Bohus Bea, ugye a csapatunk jelenlegi másodedzője végzett a második helyen, és Hankóné Jakab Gabriela, szintén egykori válogatott játékos végzett a harmadik helyen, tehát ők foglalták el a dobogó első három helyét. Gratulálunk a díjazottaknak, most pedig térjünk át a jelen csapatára. A klub elnöke Kovács Péterben egy felkészült, higgadt, megfontolt edzőt ismert meg az eltelt hónapok alatt, de Szabó Károly szerint a kalács és a korbács arányát nem mindig megfelelően találja el a szakember. Nem azt az arcát mutatta, hogy a női játékosok felé, ami esetleg más edzőknél, hanem inkább ő próbálta a játékosoknak az eszére, egy kicsit a női mi voltukra hatni, és ez nagyon, hogy mondjam, nagyon pozitívan fogadták a lányok. Most én úgy láttam, és ezt most a halasi mérkőzés után el is mondtam a lányoknak, hogy ők egy kicsit ezzel, hogy úgy mondjam, visszaéltek. Közhely, de az elmúlt időszakban valóban a mennyből a pokolba került a lila-fehér csapat. Ugye szétcsúsztunk, mint csapat, ez teljesen egyértelmű, és ezt kell újra felépíteni. Tehát azt, hogy mindenki egyért, egy mindenkiért, ez nem csak szólam nagyon, ez valójában a pályán és a pályán kívül is ez valósul meg. Persze vannak olyan tényezők is, melyeket a kispadról nem lehet vezérelni. Kell egy olyan csapat szellem, egy olyan kohézió a csapatba, amit ők maguk is megoldanak. Nálunk ez hiányzik már évek óta, egy olyan belső motiváció, egy olyan belső egy-két ember, vagy esetleg egy egyéniség, aki ezt a feladatot, hogy úgy mondjam, ellássa, és ezzel a feladattal segítse akár a vezetőséget, akár az edzőt. Valóban nincs igazi vezéregyéniség a lilafehéreknél? Az nagyon fontos lenne egy olyan személyiség, de hát ez sajnos nincs jelenleg a csapatban. Ez nem azt jelenti, hogy rossz személyiségből áll a csapat, csak ez kell, ugye az, aki felvállalja, aki extrovertált, aki olyan körülmények között sem veszti el a fejét, nem esik pánikba. Arra sincs egyértelmű szabály, kivel, hogy kell bánni. Van, amikor korbács, van, amikor kalács, van, akihez korbács, van, akihez kalács. Tehát igazából mindenkihez meg kell találni az odavezető vagy hozzávezető utat, hogy megnyíljon emberileg is, szakmailag is. Hát ez szerintem érzi az ember, hogy érezni kell. Szűk a keret, így fontos, hogy mindenki egy irányba haladjon. Van nekem egy első hetesem, jobban van hatosom, mert a kapusokban több a variáció. És utána, amikor cserélnek, akkor ránézek a kispadra, hogy kit lehetne beküldeni, és akkor ott, mit tudom, 2-16 éves ifjúsági, vagy még egy szélső. Tehát igazából azt mondják, rövid a kispad. De mind a Lépa, mind a Jasna Toskovic, mind a Tóth Kata, a Kelemen Éva, Szögi Timi, remélem, hogy a Olcsa minél előbb felépül és rendelkezésünkre fog állni ő. Tehát ezek a játékosok, inkább támaszkodnunk kell és lehet. Kamper Olivia sajnos ismét térdsérüléssel küzd, így könnyített edzésmunkát végez. A csapat teljesítménye pedig szerinte leginkább egy hullámvasúthoz hasonlít. Hát nagyon rosszul kezdtük ezt az idényt. Ősszel nagyon rosszul játszottunk, aztán jött Péter, akkor nagyon-nagyon jó januárt csináltunk, és sajnos most megint ott tartunk, ahol össze. Ha összeszedik magukat, szerinte nem lesz hiba. Szerintem mindenkinek egy kicsit többet kéne hozzátenni, úgy, ahogy például januárban játszottunk, ott mindenki ment ezerrel. Nem azt mondom, hogy most nem, de mindenkitől egy nagyon picit több kéne.
A hazai nevelésű Keleme Néva úgy véli, a rutinos mesteredzővel közösen megoldják majd a problémákat, és a komoly munka meghozza az előrelépést az előre életében. Többet edzünk, igen. Még régebben volt egy napi enőnapunk, most inkább vagy azon is egyet edzünk, de általában minden nap kettőt szoktunk edzeni. Egy picit talán nyugodtabbak az edzések, de azért ugyanolyan keményen dolgozunk. Jó! Kulíts ki a labdát, 5 hossz lassú futás, oda-vissza. A Békés Csabai munka igazi kihívás számára. Nagyon kedves Békés kisváros, a munkafeltételek adottak, tehát akkor edzek, amikor akarok, erősítőterem, úszoda, szabadtéri futópálya rendelkezésünkre, tehát dolgozni lehet. Felugrásból, jó? Kovács Péter szívéhez közel áll Békés megye, és Békés Csabát is nagyon szereti. De no man is omen, ahogy mondják, a Békés. Békés, csendes, nyugodt, szelíd. Apám és családja Kondorosan születtek, illetve másodonok a testvére még élnek Magyar-Bánhegyesen, tehát a megyéhez azért van kötődésünk. Főleg mondom, Kondoros az mondhatni, hogy a családi szülőhely. Kézilabdáért rengetegen rajonganak a városban, és a drukkerek hozzáállása is példaértékű. Sokszor beszélgetek szurkolókkal, közvetlenek, kedvesek, és tehát ahol máshol esetleg gyűlölködést lehet tapasztalni, ők aggódnak a csapatért. Tehát őszintén aggódnak, és nem azt mondják, hogy miért ezt a hülyét játszottad, vagy miért nem cserélted, vagy mit tudom én, hanem hát persze a szurkoló, tudod, amikor siker van, akkor ő sem nagyon tud a realitások talaján maradni, mert a sportban van egy olyan kifejezés, hogy erőn felül teljesített csapat, tehát amikor megvertük a Fradit, akkor ugye az erőn felül teljesítettünk, de megvertük, és az a csapat verte meg, hogy most kikapott itt a 7 góllal a Kiskunhalasra. Tehát ez azért az érdekes, ez a játék. Arról, hogy szép jövője is legyen a csabai kézilabdának, a klub elnöke szerint ismét előtérbe kell, hogy kerüljön az utánpótlás. Mindenképpen szeretnénk visszaállítani a régi rendet. Nyilván saját erőben nem lehet minden posztot megoldani, de az elmúlt évtizedekhez hasonlóan egy-két hiányposzt kivételével a többit szeretnénk az utánpótlással megoldani. Mostanság azt még nem állíthatjuk, hogy kolbászból van a kerítés is a csapat házatáján, éppen ezért Kovács Péter segítője Bohus Bea úgy gondolta, egy jó hangulatú közös munka majd meghozhatja újból a sikerízét. Hello, Zsolti! Sziasztok! Örülök, Hello. Hogy itt vagytok. Gyertek bejebb, csináljunk egy kis kolbászt. Először a darált hús bekeverésénél tüsténkedtek dolgos kézilabdázóink. Hideg! Hány kiló kolbászt csinálunk? Egy evésre valót a csapatnak megcsinálunk most. Hát most elkezdjük fűszerezni a húst. Első a fokhagyma. És a szép egyenletesen kell mindig elkenni, és nem mindegy, hogy milyen sorrendben rakjuk rá fűszert. Florikám, így erre is. Úgy jó, bele kell kenni. Mindenkinek egy kicsit. Jó. Oké. Nekem sok jutott. Már most megsózzuk, aztán jön majd a többi. Az a lényeg, hogy mindig jó egyenletesen kell a fűszert eloszlatni. Ez a titka, meg a sorrend, meg aztán jól meg legyen gyúrva. Csajok, erre gyúrtunk egész héten. Egyenletesen. Az a lényeg, hogy egyenletes legyen. Ez egy van, nem adnám oda, jó? Jó. A legügyesebbnek. Jó. Én nyúljak a szemembe, oké. Okay. Mindenhová. Azok kedvéért, akik otthon elkészítenék a bohúsféle kolbászt, íme az eddigi hozzávalók. Fokhagyma, só, paprika, kis erős paprika. Ezt is én. Hát a csajok is dolgozzanak. Persze. És ne feledkezzünk meg a köményről sem. Kézilabdához nagyon jó alap, az új erősítő. Egyébként van itt egy szakavatott kolbászgyártó. Kisiparos, Zsilák Katica. Nálunk a családban ez egy régi hagyomány, még a nagypapám ő hentesként végzett, és ezzel is foglalkozott utána.
A készítésnél erősödnek az ujjak, az alkar, a csukló, igen. Aztán másnap, harmadnap már nem annyira jó dolog, mert megeszik, aztán megyek mérlegelni. Úgyhogy az már egy kicsit negatív. De szerintem jó dolog ez a kolbász csinálás, egy kicsit összehozza a csapatot. Én úgy gondolom, hogy a Bea is nagyon jártas ebben a dologban. Ők is szoktak rendszeresen disznót vágni, úgyhogy szerintem rutinos már ebben a kolbászgyártásban, és nagyon finom kolbászt csinálnak, mert mi már kóstoltuk. No persze, a kézilabda imádata még itt a kolbászüzemben is a felszínre tört. Kíván a passz! Passz! Passz flow! Csak ne izomból! Na, alakul már csajok. Húzzuk egy kicsit is szét, így. És fordítsd meg, ami alul volt, az jöjjön fölülre. Úgy. Akkor lesz jó, hogyha már nem marad rajta az ujjadom. Hát nem. Bea és Katica mellett Veres Zsuzsa is igazi profi kolbászkészítő, bár ez a fázis nem kifejezetten az erőssége. Én a kolbászgyúrásból mindig kimaradok, mert ez a férfiak specialitása nálunk, úgyhogy a miénk a hurka, a cigányka és a egyéb más feladat, úgyhogy most nagyon élvezem, hogy csináltam. Természetesen a kolbásztöltéssel is megismerkedtek a lányok, a legnagyobb örömöt azt szerezte kedvenceinknek, hogy kipróbálhatták, hogyan kell felhúzni a belet a töltőfejre. Lányok most nagyon ügyesen, speciális mozdulatokkal felhúzzák a töltőre a belet, és utána megtöltjük szépen kolbásszal. Közben egyre jobban kiderült, kik mozognak otthonosan az ismeretlen környezetben. Sipeki Flórának nem csak a kolbász, hanem a mikrofon is jól állt a kezében. Ima a bizonyíték. Szeretném bemutatni játékosunkat, Ivana Jubast, aki Boszniából érkezett, és neki még nem volt része ilyen tradicionális kolbászkészítésben, ezért őt kérdezném most a tapasztalatokra. Nálatok különbözik valamiben a kolbászkészítés, vagy majdnem ugyanolyan, mint Magyarországon? Nem, azt gondolom, hogy maga a folyamat szinte ugyanaz. Talán az ízvilág kissé eltérő, bár egyelőre még meg sem kóstoltam az ittenit. Szóval szerintem hasonló, mint nálunk. Amúgy nagyon szeretem a kolbászt, mi is sok ilyen ételt fogyasztunk. Nagyon ízlik nekem. Persze az újdonsült riporter kisasszonyra is kíváncsiak voltunk, vajon neki melyik munkafázis ment a legjobban? Még a gyúrás része, mert az kicsit így könnyebbnek bizonyult, mint a többi. Vajon Flóri szereti a kolbászt, vagy más ízekért rajong? Én inkább az ilyen zöldségeket és az ilyen zsírmentes húsokat, de kedvelem egyébként ezt a disznótoros hangulatot is, mivel nagymamáminknál minden évben van. Igaz, én csak az evészetre szoktam odaérni, szóval én még pihengetek kicsit a korán reggel, aztán csak utána. Úgy tűnik, a sipeki családban nem állja meg a helyét az az ősi mondás, miszerint aki nem dolgozik, az ne is egyék. Tóth Katalin viszont fontosnak tartja a hagyományokat, és ki is veszi a részét a munkálatokból. Én ma itt vagyok 6 éve Csabán, tehát nekem elég közel áll. Szeretem csinálni, meg sokat is csináltam, meg amúgy is falusi lány vagyok, tehát én élvezem ezt. A csinos kis köténykében is igazán felszabadultan érezte magát. Kényelmes. Nekem tetszett az is, amikor föl kellett húzni, akkor nekem az egész tetszett. Tehát nekem én élveztem az egészet. Bohus Bea mellett kis csapatunk másik őstehetsége, Zsilák Katica, azt is jól átlátta, kit érdemes segítségül hívni egy otthoni kolbásztöltésre. Hogyha tölteni kell, akkor Katát meghívjuk mindenféleképpen, mert az ő sebessége, amivel felhúzza a töltőre a belet, az mindenféleképpen... mindenféleképpen utánozhatatlan. Vajon vendéglátónk mennyire volt elégedett a csabai kézislányok teljesítményével? Nagyon ügyesen szorgoskodtak a kolbászok körül, tehát bármikor jöhetnek, szívesen látjuk őket. Én szeretem az egész kolbászkészítést. A vége, amit nem fogunk látni, amikor háznál van a kolbászkészítés, akkor a nők dolga a mosogatás és a elpakolás. Ezt annyira nem szeretem.
Az egykori válogatott kiválóság kedvünkért ezúttal nem csak edzői szemmel értékelte a lányokat. Hát Ivana Szevilben egy nagyon kedves, tüneményes lányt ismertünk meg, nagyon alkalmazkodik mindenhez, tehát nem probléma neki az, hogy idejön és kolbászt kell gyártani. A pályán is úgy gondolom, hogy mindig megpróbál mindent megtenni azért, hogy jól szerepeljen, úgyhogy örülök, hogy itt van a csapatban. Amikor van a csapatnak kolbászgyártás, mert szoktunk csinálni csapatszinten is, akkor Katica, Zsú, ők a vezérek, és ők mondják meg a többieknek, hogy mit csináljanak. Katát mostán egy kicsit nehéz munkára fogni, bár szeretne javulni mindenben, úgyhogy most elkezdett jó útra térni. Flória pályán is ugyanilyen hektikus, mint a kolbászgyártásban. Fejlődőképesnek tartom mind a két részem. A kolbászvizsgán tehát mindenki átment, Bohus tanárnő engem viszont megbuktatott. Emlékszel-e még a fűszerekre? Hát persze, inkább téged kéne megkérdezni, hogy te emlékszel-e még rá. Azt tudom, hogy fokhagyma volt az első, folytast kérlek. Só, te jössz. Bors? Az nem volt. Erős paprika? Nem, paprika. Sima paprika, erős paprika, utána kömény. Kömény, erős paprika, kömény. Memória zavarokra jó egyébként a kolbász? Hát memória zavarra szerintem nem, de azért esténként jól esik néha egy-két karika kolbászt megenni. Itt vannak a kolbászok, itt szárítjuk, érleljük őket. Amit ti betöltöttetek, az is füstölés után ide fog kerülni. Itt kiszárítjuk, és aztán odaadom nektek, hogy fogyasszátok egészséggel. Végül tehát kóstoljuk meg a finomságokat. Bár Veres Zsuzsa a sült kolbászra esküszik, de ezúttal egy igazi különlegességet mutatott be nekünk, ismerjük meg a cigánykát. Így néz ki kívülről, olyan, mint egy fasírt, idézek, és belülről pedig így. Nagyon jól sikerült ez a nap, sokat dolgoztunk, és ilyen gyorsan még nem csináltunk kolbászt, az biztos, mint amilyen gyorsan most ez sikerült. Azt gondolom, mindenkinek egy nagy élmény volt. Ha a lányok legközelebb ilyen ügyesek lesznek a pályán, akkor a békéscsabai szurkolók is jól lakottan távozhatnak majd a mérkőzés után. 1, 2, 3, Csaba!